Kovács Tibor 2 év zongoratanulás után mutatta meg tudását a színpadon. Komoly tervei vannak a billentyűs hangszerrel. 2 éve zongorázom, ez a River Flow színjú volt, és ezt még csak hobbi szinten csinálom, de remélem, hogy ebből egy nagyobb karrier fog létrejönni. Az Ajaki Általános Iskola drámatakozatosai a Mary Poppinsból adtak elő egy részletet. Felkészítő tanáruk azt mondta, mindig nagy örömmel állnak színpadra. Iskolánkban művészeti iskola is működik, és előképzősök és alapfok egybe járnak ők. Tehát elsőtől negyedikes tanulók, és a Mary Poppinsnak az egyik nagyon kedves betét dalára fognak most táncolni. Nagy örömmel, hiszen már több csoport is kipróbálta ezt a dalt, mert évekkel ezelőtt is jártunk már az Operettszínházban, és ugye ott ezt megláttuk, és akkor szerelmesek lettünk ebbe a dalba, úgyhogy most már ők tulajdonképpen a harmadik csoport, akik valamilyen alkalomra szerepelnek, és most is nagy örömmel készültek erre a rendezvényre. Az elsősök pedig népi táncjátékkal szórakoztatták a közönséget szombaton délután. A város polgármestere azt mondta, nagyon fontos számukra, hogy már fiatalon megismerik a gyerekek a hagyományaikat. Már egészen pici kortól, bölcsődés, illetőleg óvodáskortól elkezdjük ápolni, hiszen ez egy olyan érték, amit semmiképpen sem szeretnénk hagyni veszni, úgyhogy igen pici kortól van az óvodában, erre nagy hangsúlyt helyezünk, és ezt folytatjuk is iskolás, sőt adott esetben középiskoláskorig. Bízunk benne, hogy ez nem fog kihalni, és ezt minél tovább tudjuk majd ápolni. A rendezvényen részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Szeszták Miklós arról beszélt, hogy Ajak egy fejlődő város. 2013-ban lett város Ajak. 9 év. Az ember életében mit jelent a 9 év? Pláne mit jelent 9 év egy település életében, ahol több száz éve már emberek éltek és dolgoznak és alkotnak. És azt kell mondjam, hogy ahogy többiek is elmondták, jó régóta járok én Ajakra, és mindig valami pluszt kapok. Vagy egy épületet, vagy egy zöld területet, vagy egy mosolygós nénit, akivel éppen csárdásozom, vagy akár egy éneklő népdalkört. Én azt gondolom, hogy egy kis településnek ilyennek kell lenni. A hagyományok útján elnevezésű rendezvény sorozat része. A megyei önkormányzat célja az identitás erősítése. A megyei önkormányzat pontosan azért valósította meg ezt a pályázatot, hogy ezt az identitás érzést ezt növelje, és valóban elősegítse ennek az előhozatalát az emberekben. És nagyon fontos eleme ennek az, hogy kimenjünk településekre, és pontosan ezért szinte majdnem minden hétvégén a megye egyes településein vagy egy hagyományőrző találkozó, vagy egy elszámazottak találkozója megvalósul, és ennek pontosan az a célja, hogy egyrészt a településhez való kötődést is megmutassuk, hiszen mindenkinek a saját települése a legfontosabb. Villancsuk azokat a hagyományokat, amelyek itt a megyében jellemzőek ránk, és amelyek lényegében a gyökereinkből fakadnak, és az elszármazottakon keresztül pedig azért olyan példákat is hozzunk, amelyek én úgy gondolom, hogy mindenki számára fontosak, hiszen olyan embereket hallgathatnak meg, és olyan emberek vannak jelen egy-egy ilyen találkozón, akik a megyében születtek, a megyéből nőttek ki, és nagyon szívesen térnek ide-vissza, és nem felejtették el azt, hogy ők Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődnek. A sorozat egész nyáron zajlik, szinte minden hétvégén várják az érdeklődőket valamelyik településen. Legközelebb szombaton Apagyon tartják a rendezvényt.